Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Teljesen meglepetés volt. Én nem tudtam. Mint utólag kiderült, a barátok nagy része az tudott róla. Nem volt egy egyszerű eset. Hát nyilván úgy kezdődött az egész, hogy egy gyűrű kellett hozzá. És hát ott már eleve rögtön bajba voltam, hogy hát milyen méret. És hát csak sikerült egy hosszabb próbálkozás után kifigyelnem, amikor ott hagyta az egyik gyűrűjét, és azt gyorsan zsebre vágtam, na azzal le a szomszédba. Itt maradtunk benne Debrecenben, aztán úgy volt, hogy elmegyünk sétálni. És akkor autóba ültünk, és Laci rossz fele kanyarodott. Mondtam neki, hogy rossz fele mentél, nem arra van a nagy erdő. Hát Áginak tudtam, hogy odáig van mindig a hőlégballonokért. Mindig meg kellett állni menet közben, hogy lefotózza ilyenek. Na mondom, jó, akkor ez tökéletes helyszín lesz. Megálltunk egy ház előtt, és mondta, hogy mindig szerettél volna hőlégballonozni, és most elmegyünk hőlégballonozni. Ezt tudni kell, hogy én nagyon szeretem a hőlégballonokat nézni. De hát elcsaltam Ágit. Közös barátunkhoz mentünk kutyát sétáltatni, és akkor utána mondtam Áginak, hogy na, akkor most menjünk, és még mutatok valamit. Kíváncsi vagyok a véleményedre, még addig sem sejtett semmit. És akkor megálltunk az udvaron, és akkor a terepjáró tolatott ki a platón, meg fönn az a nagy kosara a hőlégballonnak, hát Ági ott már teljesen, ott már azt se tudta, hogy mit csináljon, hova forduljon, stb. Mondom neki, hát szólhattál volna, hosszú szoknyában voltam meg minden. Nem tudtam azt, hogy kibekkelni. Ági egy hosszú ruhát vett föl. Tehát egy ilyen egybe volt az egész ruha. Hogy fog ez bemászni a kosárba? Ki elmentünk egy helyre, ahonnan ereszkedünk föl. Akkor egy másodperc átfutott a fejemen, hogy lehet meg akarja kérni a kezemet, de utána annyira elkezdtem stresszelni a ballonozástól, hogy így ez totál ki is ment a fejembe. És ráadásul pont úgy sikerült a szélirány is, hogy az Agrár fölött repültünk el. Ugye, hogy mi ott jöttünk, ez tényleg tökéletlen, mert elvileg a főtér fele kellett volna mennünk. És akkor vettem elő a gyűrűt, de hát ott már potyogtak a könnyei, ott már szegény meg se tudott szólalni, ott mondtam, hogy na, most akkor most már mi lesz a válasz? És akkor mondta, hogy igen, igen, de hát az a zokogás, meg minden. Közben a pilóta lőtte a fotókat. Elkezdtem sírni, és sírtam, bólogattam. Nem is emlékszem, hogy mit kérdezett, csak bólogattam, hogy igen, hogy gondolja, hogy ne bánatomban sírok, hanem örömömben. Mondtam neki, hogy esetleg fel is húzod a szújomra, mert azt már elfelejtett. Tud örülni a dolgoknak, és amilyen szépen tud mosolyogni, tehát az rettentően tetszik benne. Nagyon szeretem a reggeleket, mi mindig összebújunk egy kicsit reggel, kicsit ölelkezünk, és az olyan nagyon jó, jó úgy indítani a reggelt. Az élet vidámsága, tehát ahogy felfogja az életet meg, hogy de menjünk együtt, kiránduljuk, szervezzük meg, stb. Pörgessük, csináljuk ezt, csináljuk úgy, tehát így igazából így ezek a dolgok. Nagyon szép cipői vannak, azokat is nagyon szeretem. Tehát először, mikor így felfigyeltem rá, akkor a cipői, meg a szép szemem. Én talán a két gyerekre gondoltam. Az egyik mindenképp legyen benne fiú, ha lehet. Mondjuk 1-2-3 porontja körülvéve. Hát vannak bizonyos dolgok, amiket nem bánnám, ha Ágitól örökölne inkább, nem tőlem. Nekünk azért elég szoros a családdal a kapcsolat, mindig járunk ki Ukrajnába, járunk vésztőre, tehát remélem, hogy még így a szülők is a közelünkbe lesznek. Hát aztán nem élhetek, boldogan fogunk élni, amíg meg nem halunk. Sziasztok! Sziasztok! Örülünk, hogy itt vagytok, hogy eljöttetek. Reméljük, jól fogjátok érezni magatokat. Egyetek, igyatok sokat, és bulizzatok velünk együtt. Aztán reggel 4-nél hamarabb senki nem mehet haza. Sziasztok!